Két ének következik, halljuk őket szeretettel, figyelemmel megköszönve az előadóknak a szolgálatát. Következő ének az nem a sorban következő lesz, mivel az igehirdetéshez inkább jobban kapcsolódik a szomjat oltó vizedet ad kezdetű dal, amelynek szintén egy ilyen kaotikus helyzet a háttér története. 2009-ben a kőszegi templomot teljesen eláztatta az árvíz. És akkor ott a gyülekezet összefogásával, meg a város összefogásával sikerült a város legmélyebb pontján lévő templomot renoválni és visszaadni a gyülekezet számára. És akkor szintén egy Pekka Simujoki éneket, ami kicsit ebbe a témába vágott, kért Baranyai Csaba, hogy fordítsuk le, írjuk át, magyarítsuk ezt az éneket. És ebben az énekben a víz már nem pusztító erő, hanem áldás, de ez megfordulhat, hiszen pusztító erők is áldássá válhatnak, hogyha Jézus uralkodik fölöttük, és hogyha benne bízunk és ráfigyelünk, szomjat oltó vizet ad. Szürke ködlő hajnalokon át, hideg fázós éberség nyomát, fáradt órák monoton zaját hordozom az arcomon. Talán el sem hittem volna már, jöhet frissítő találkozás, gyógyít reményt nyújt a változás, oszlik már a félelem. Szomjat oltó vizedet ad, újra érzem irgalmat, felüdít majd, tiszta forrásból fakad. Szomjat oltó vizedet ad, de reménységünk csak te vagy, hogyha lépünk, te vigyázzad utunkat. Titkos úton vezet az erő, élő ösvény mélyén a jövő, rejtett kincsét árja most elő, örök haza fényeit. Szava szólít, újra hív a jel, már is mozdul, dermedt életem, áldott érintése ébreszt fel, elvonulnak árnyaim. Szomjat oltó vizedet ad, újra érzem irgalmad, felüdít majd, tiszta forrásból fakad. Szomjat oltó vizedet ad, de reménységünk csak te vagy, hogyha lépünk, te vigyázzad utunkat. Szomjat oltó vizedet ad, újra érzem irgalmat, felüdít majd, tiszta forrásból fakad. Szomjat oltó vizedet ad, reménységünk csak te vagy, hogyha lépünk, te vigyázzad utunkat. Következő dal egy adventi ének tulajdonképpen, de azt gondolom, hogy olyasmi, ami megint csak kapaszkodót adhat a kaotikus helyzetekben, ez is egy ilyen időben született. Újra hív, ez a címe. Egyszer a
nagy sötétségben útkészítőt küldött az Isten, az elrejtett ösvény járható legyen. Megosztó kerítések, mély árkok, tévedések, évszázadokig foltozgatott félelem. De újra hív a jel, és minket ír ma el, hogy jobb napunk legyen. De újra hív a jel, a kiáltása kell, érkezik közel. Terhek súlya nyomta vállunk, fáradtan odébb álltunk, átkos örökségünk visszahúz. Kevés a remény mára, szétfoszló semmi pára, elfelejtett dallamokról álmodunk. Ezért újra hív a jel, minket ír ma el, hogy jobb napunk legyen. Újra hív a jel, a kiáltása kell, érkezik közel. Ma is úgy jön, ahogy régen, fény lesz a szürkeségben, közénk lép a magasságból válaszol. Csillagok közt égen járó, kudarcunkban esélyt látó, sebeinket begyógyító, megtartó. Ezért újra hív a jel, és minket ír ma el, hogy jobb napunk legyen. Újra hív a jel, a kiáltása kell, érkezik közel. Ezért újra hív, ha kell, és minket ír ma el, hogy jobb napunk legyen. Újra hív, ha kell, a kiáltása jel, érkezik közel. Köszönjük szépen Szabi és Gábor szolgálatát, nagyon jók ezek a dalok, és milyen érdekes, amikor megtudjuk egy-egy éneknek a születési körülményeit, mint ahogy utalta az első énekre. Nagyon szeretik a hazai protestánsok a Velem vándorol utamon Jézus éneket, és Bence Gábor testvérünktől tudom, aki sokat szolgált Finnországban, nagy professzora egyházzenének, hogy egyetlen egy finn könyvben nem találta meg a Velem vándorol utamon Jézust, utána nyomozott, és kiderült, hogy az is egy ifjúsági ének volt. A finn ébredésben született, valamikor áthozták talán éppen Csepregi Béla bácsi, kor elődöm, mert ő is missziós lelkész volt, evangelizációs lelkész volt, áthozta Magyarországra is, aztán most elterjedt és csodálatos ének az is. És köszönjük az igét elsősorban az Úrnak, és köszönjük Károly szolgálatát, aki ezt közvetítette. Hát arccal vagy háttal ez a mai témánk, ugye az esti ige, a Jeremiási ige alapján. Ez is egy izgalmas jelenet, amikor viharban van a csapat, tanítványok, Jézus közel van, mégis baj van, mégis balhé van, és Jézus alszik, és ott a tanítványok de egyiknek a tekintete Jézusra nézett. Tehát ők ránéztek az Úrra, ránéztek Jézusra, de az meg alszik. És talán ezt az állapotot is megélik többen, hogy életünkben, ha baj van, vihar van, mintha az Isten aludna. Nem, ettől sokan szenvednek, hívő emberek is, imádkozom, misére megyek, Isten tiszteletre megyek, és nem hallom a hangját, mintha aludna az Isten, vagy nyugdíjba ment, vagy leépült szellemileg, de az Úr
él. Az Úr itt van ezen a földön, és ezen a földön, és ő tudta, hogy hova jön, és tudta, hogy miért jön, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. És ez az alvás is, hát ez az alvás önmagában prédikáció és evangelizáció. Mert ő tudta, hogy az Atya vele van, és a szívében van. És ezt a mély bizonyosságot adja meg a Jóisten minnyájunknak, bárhol vagyunk. És az elején elfelejtettem említeni, akár imádságban, vagy szabad beszédben, teljesen mindegy, azokra is gondolunk, akik most több ezren betegek, akik most több százan kórházban vannak, akik most majdnem százan lélegeztetőn vannak, és a családtagjaik, és a nővérek, és az orvosok, igenis, hálát adunk értük, és talán ők is átélik ezt, mintha aludna az Isten. Majd, ha Isten megadja, olvassátok a decemberi Híd magazint, abban egy fantasztikus írás lesz dr. Dobner Sára, aki a László kórházban dolgozott tavasszal is. Ő gyermekorvos, de beosztották a felnőttek közé, és például leírja azt, hogy életében először próbált újraéleszteni egy felnőttet. És most, amikor a cikket elküldte, azt írja, két hete újra ezen az osztályon vagyok. Tehát ezek komoly dolgok, nagy dolgok. Persze ettől a járványtól függetlenül is nagyon sokan ezt átélik életük folyamán, hiszen a legegészségesebbnek tűnő testben is ott vannak a rákos sejtek, a világban ott vannak a vírusok, és a világban ott van az Isten ellenesség, az istentelenség, és az antikrisztusi szellemiségnek a vírusa, és ennél nincsen pusztítóbb, emberek, ennél nincsen pusztítóbb vírus, mint az örök rendet, a 10 igét, az evangéliumot. Ez nem vallás, ez nem evangélikusság, nem katolikusság, nem a vallásoknak a harca, ez élet és halál kérdése. Nem akarom elmondani, a holnapi prédikációt a Mózes 5. könyvéből lesz, hogy elétekbe adtam a halált és az életet, az áldást és az átkot. Erről van szó, nem másról. Itt lehet filozofálni, meg teologizálni bármit. Élet-halál útja. Életkultúrája vagy a halálkultúrája. Áldás vagy átok. És Isten maga mondja az öreg Mózesen keresztül, de válaszd azért az életet, hogy élhess. Isten ezt akarja, hogy éljünk. És most rázkódik a világ, azt látjuk. No, hát ez nagyon szorongat minket, mindnyájunkat. Nem néhány héttel ezelőtt hívtam meg Rátóti Zoltán színművészt, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló, és még ki tudja mennyi eredménye, elismerése van. Hónapokkal ezelőtt egy e-mailben írtam neki, hogy 2 évvel ezelőtt egy őszi délután, őszi este Balaton keresztúron, egy szőlőhegyen, egy csodálatos présházban, egy faházban égtek a mécsesek, almaszeletek voltak előttünk, kis borocska, és ő egy művésztársával egészen csodálatos estét tartott ott, Hamvas Bélát mondott, de hát ez nem előadás volt, hanem együttlét, az igazság keresése. Sokan nem tudják, hogy Hamvas Béla kötődött ehhez a templomhoz is, például azáltal, hogy Keken András ennek a templomnak az 50-es években megkínzott, meghurcolt lelkésze temette őt, temetési szolgálatát végezte, és hát evangélikus lelkész családból származott. No, hát ezt megírtam Zoltánnak, és szeretettel kértem arról, hogy jöjjön el közénk, akkor még nem gondoltuk, hogy üres templom lesz, de talán több százan, több ezren hallgatják most is ezeket a szavakat, és majd reméljük az interneten lesz ennek utóélete is. Ugyan ez itt szokás volt, hogy ne csak a papok beszéljenek, sokan azt hiszik, hogy az egyház az papoké, lelkészeké, hanem művészeké, volt hajléktalanoké, volt alkoholistáké, bárkié, és mindegyikünknek szolgálata van, és mindegyikünknek missziója van. Isten hozta művész urat, testvérünket az Úrban, kérjük, hogy szóljon hozzánk. Közben hallgatjuk ezt a szép kis háttérmuzsikát. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket.
Őszintén mondom, nagy boldogság föllépni egy ilyen csodálatos templomban, ide az emelvényre, és megadhatott nekem az a lehetőség, hogy szólhatok pár szót az életemről, magamról, tanúbizonyságot téve és hitet téve amellett, hogy nap mint nap megérezhetem Jézus Krisztus szeretetét és erejét. Van egy személyes öröm is még, persze ez is személyes öröm, de sokkal konkrétabb öröm, akkor inkább úgy fogalmazom. Talán ebbe a pár percbe belefér majd, hogy beszámoljak arról a történetről, ami Zala megyében történt az életemben. Egy templomot építettünk föl közösségünkkel, egy fa templomot, és oda a magyarországi egyházakat kértem segítségül. És abban az időben Ichés János püspök úrral találkoztam, és az evangélikus egyház is támogatta ezt a templomot, úgyhogy nagy öröm számomra, hogy itt, az önök nyilvánossága előtt is megköszönhetem ezt a támogatást, hogy megszületett ez a templom. De hogyan is jutottunk odáig, hogy ez a templom megszülessen? Szakmai életemben megadatott, hogy olyan szerepekkel találkoztam, amely nagyon sokszor önvizsgálatra és kérdésfeltevésekre késztetett, szembesített. Az akkori önmagammal, egyáltalán a világlátásommal, a gondolkodásommal. Egyik ilyen különleges szerep volt számomra C.S. Lewis szerepe, keresztény filozófus és gondolkodó, ki csodálatos gyermekkönyveket is alkotott, és hát egészen káprázatos előadásokat tartott az ő gondolkodásáról, amiben nagyon sok küzdelem volt. És az előadásunkban is szerepelt egy kitétel, amikor megfogalmazta, hogy Isten azt várja tőlünk, hogy szerethetők legyünk, hogy érdemesek legyünk az ő szeretetére. Érdemesek és alkalmasak. És azt gondolom, hogy mindannyian, akik templomba járunk, erre törekszünk nap mint nap, és minden részvételünkkel egy-egy szertartáson, egy-egy misén, arra törekszünk, hogy jobbak legyünk, alkalmasak legyünk arra, hogy szerethetők legyünk Isten szemében. És ha már Isten szemében szerethetők vagyunk, onnantól magától értetődik, hogy a többi ember számára is szerethetőek vagyunk, minden gyarlóságunkkal együtt. Úgy gondoltam, hogy ez a hívó szó, ez a hívó gondolat lehet a fölvezetője annak a bizonyságtételnek, ahogy a meghívóban is szerepel, amire most én alkalmat kaptam. Az életem meglehetősen különös fordulatokat is vett, ha úgy vesszük. Talán tudják, talán nem tudják, de hát párszor már erről nyilatkoztam. Én egy ateista családba születtem. A katolikus szertartás szerint azért megkereszteltek szüleim, de nekem nem volt, nem adatott meg az az élmény, hogy a szüleimmel templomba járjak. Hosszú keresgélés után jutottam el arra a bizonyosságra, hogy nem csak az anyagi világ létezik. És van egy felsőbb elrendelés és egy felsőbb hit. Ez egy folyamat volt, nem tudom tetten érni a pillanatot, de napról napra, mikor már felnőtt voltam és már főiskolát is elvégeztem, motoszkált bennem a hit utáni vágyakozás, és ahogy az ember éli a fiatal életét, rengeteg bűnt, rengeteg, de persze ezek nem a büntető törvénykönyv ítélete alá eső bűnök, ne ilyenekre gondoljanak, de mindenféle árulások, hazugságok, csalások, amikben minden nap belesodródtam. Most már erről tudok beszélni, akkor természetesen abban az állapotában az ember nem beszél erről, mert nem mer szembenézni a tükörbe, hogy hogyan is él. De egy nagy üresség volt mindvégig számomra, és megadatott az első házasságomban, hogy olyan családi környezetbe kerültem, ahol a hitet megtapasztaltam. És ez egy nagyon nagy erőt adott nekem, és lendületet abban, hogy és megerősítést.
hogy ezen az úton kell tovább járnom, és nem hiszek a véletlenekben, tehát a szerepek is úgy jöttek, úgy azokat a kérdéseket tették fel, amiket valójában én is vagy volt bátorságom megfogalmazni, vagy nem volt bátorságom megfogalmazni. A másik nagy állomása életemnek, amikor Szent Pétert játszhatom a Csíksomlyói Passióban, szintén olyan alázatra késztetett már a próba folyamat is, én nem hittem el, hogy ezeket a mondatokat, amelyeket Szent Péter, hitünk egyik kősziklája, kinyilatkoztatni, azokat én a színpadon estéről estére elmondhatom. És ezek a szerepek, de gondolhatja valaki kívülről, hogy persze ezeket eljátsza az ember. Igen, bizonyára technikailag is el lehetne játszani ezeket a feladatokat, és meg lehetne oldani. De amikor ezekkel a szerepekkel találkoztam, már olyan erős volt bennem a hit, hogy nagyon bízom benne, hogy ezek talán tükröződtek ezekben a mondatokban és ezekben az alakításokban. Nagyon sokan föltették nekem ezt a kérdést, hogy egy színész miért épít templomot? Sokan vádoltak annak idején, hogy ez csak egy ilyen intellektuális felbuzdulás, majd úgyis abba marad. Valóban nagyon sok olyan pillanat volt, hogy az előzményt is értsék, 2009-ben indítottuk el a templom építését. Azt megelőző 10 évben, körülbelül 2000 körül fogalmazódott bennem meg ez a sugallat, mert most már kimerem mondani, akkor bizonytalan voltam, de ez egy áldás és sugallat volt, hogy nekem ez eszembe juthatott, hogy ez az ötlet megszületett, hogy ott magyar földön, már a neve is csodálatos ennek a kis falunak, létezik Zalában egy ilyen kis település, 36-an laktak akkor, amikor én oda költöztem, hogy magyar föld, szimbolikus. De nyilván, amikor ezt a sugallatot kaptam, nem foglalkoztam ezzel a szimbolikával, csak később összerakódott ez a kép ezekből a részletekből. És hogy ott, ez a temető melletti fennsíkon megszülessen egy templom. Mint említettem az előbb, most már kimerem mondani, hogy ez egy sugallat volt, én akkor csak álomként fogalmaztam meg, de valahogy az álomnak belém kellett költözni, ennek a sugallatnak belém kellett költözni. És 2000-ben elindítottam ezt a szándékot, és a következő 9 évben rengeteg kudarc ért. Többek között az ilyen vádak, hogy ez csak egy intellektuális felbuzdulás, és majd ez szépen abba marad. De akkora már annyira megerősödött bennem a hit, és megerősödött bennem ez a sugallat is, hogy azt mondtam, hogy végre van egy olyan életcél, amit hogyha nem teljesítek, akkor bukjam el, de ezt meg kell valósítani. Olyan mély elszánás volt. Ennek ellenére, hiszen a bibliai történetekből is pontosan tudjuk, hogy mennyi meghasonlás van, mennyi kudarc élmény van az ember életében, és ez alatt a 9 év alatt is nagyon sokszor volt, hogy azt mondtam, igen, föladom, képtelen vagyok ezt végigcsinálni. Különböző falakba ütköztem, természetesen elsősorban anyagi jellegű nehézségekbe, és de mindig jött egy újabb sugallat, vagy egy újabb álom, vagy amikor az imába meg tudtam mártózni mélyen, és nem csak felületesen imádkoztam, azután mindig új lendületet kaptam, és máig is ezt egy ilyen csodaként élem meg, bármilyen magasztosan is hangzik, nem tudok másképp erre gondolni, erre az időszakra, mint egy csodálatos erőpróbára és egy csodálatos energia áramlásra, ami honnan máshonnan jöhetett volna, mint az Istentől. És sokáig erről nagyon szemérmesen beszéltem. Nyilván a korábbi életemnek a maradéka és a hatása volt ez rám, hogy jó, nem kell ezt túl misztifikálni, persze történnek ilyen dolgok. De aztán utána eljutottam oda arra a pontra, hogy ha érdemtelen vagyok az Isten szemében, és itt kapcsolódom a fölvezető gondolathoz, hogyha nem tart az Isten méltónak arra,
hogy én az ő házát fölépítsem, a saját testemen kívüli házát fölépítsem, akkor nem fogja engedni, hogy ez megépüljön, ez a templom. És valahogy, amikor ezt meg tudtam fogalmazni, akkor onnantól kezdve megnyíltak az égi kapuk, megnyíltak az anyagi források, és olyan segítséget kaptam, amiről persze csak álmodoztam, hogy létrejöjjön ez a templom. Csak azért, hogy értsék az arányait, a léptékeit, körülbelül 100 fő befogadására alkalmas kis fa templom. Őrségben nagyon sok fa épület létezett, és utána jártam annak idején az előkészítés és tervezés előtt, hogy milyen formában építkeztek ott az emberek. Először egy körtemplomban gondolkodtunk, de aztán az túl szűk lett volna, nem tudtuk volna megfelelő méretre megépíteni, ezért a tervező úgy gondolta, hogy kettévágjuk ezt a kört, és így megvan a keleti és a nyugati apszis, és közben egy hosszúkás párhuzamos fal húzódik két oldalt, és ettől első ránézésre is egy hajó jellegét, egy bárka jellegét mutatja, és amikor már építkeztünk, és állt néhány gerenda, amelyek olyanok voltak, mint azok nem is gerendák, hanem oszlopok voltak, olyan úgy nézett ki valóban első ránézésre, mint egy bárka, akkor mindenki mondta, na hát ez Noé bárkája lesz itt a dombtetőn, és akkor mi szerénytelenül elneveztük őrhajónak az őrségben, hogy őrzi a lelkeket, akik oda bejönnek. És amint a fölvezetőben említettem, a katolikus egyház, a református egyház és az evangélikus egyház támogatásával és nagyon sok ember önkéntes munkájával, bank, és nagyon fontos, hogy ott is megszólította az Isten a bankembereket, megnyitotta az ő szívüket és a pénztárcájukat, járultak hozzá ahhoz, hogy fölépüljön a templom, csak hogy érzékeljék a naivitásomat is, hogy 5,5 millió forint volt, amiből elindultunk 2009 pünkösdjén, akkor tettük le az alapfát, és egy év múlva, következő pünköstkor fölszenteltük és fölavattuk a templomot, tehát egy év alatt fölépítettük ezt a csodálatos épületet, és a végösszeg az körülbelül, ami sokszor ugye nem is lehet a napi munkát forintosítani, meg a támogatásokat, de körülbelül 40 millió forint volt. Ha ezt én előre tudom, hogy 40 millió forintot kell összegyűjtenem, akkor ez egy újabb akadály lett volna, és azt mondom, hogy uram, ezt nem fogom tudni teljesíteni. De, ahogy mondtam is az előbb, amikor megfogalmazódott ez a hit, és erre tettem föl az életemet, hogyha nem tart méltónak, akkor nem fogja megengedni, hogy a templom megszülessen. Nagyon hálás vagyok ezért, és ez az életem egyik legnagyobb elismerése is. Lehetnek az embernek díjai, és nagyon fontosak a szakmai díjak, azt gondolom minden művész életében, de mindenki számára nagyon fontos az elismerés. De ez, hogy lehetőséget kaptam is, megnyitotta az ő ereje által azokat a forrásokat, amelyek segítették fölépíteni a templomot, ez egy csodálatos erő, és csodálatos bizonyosság számomra mind a mai napig, úgyhogy azóta persze nagyon boldog vagyok. Sokáig azt mondtam, hogy ez életem fő tette, ennél többet nem lehet, de szerencsére lehetett. A családomat tudom azóta életem főműveként emlegetni. Hát röviden ezt szerettem volna én összefoglalni, hogy micsoda felelősségünk és micsoda nehézségeink is vannak a gondolatainkkal és a mindennapi kísértésekkel szemben, és ezt ma különösen érzékeljük, de ha a próbatételeket kiálljuk, akkor van remény. És ma is minden támadás, amely ér bennünket, akár az aktuális egyetemi helyzetről, amikről bizonyára hallottak, nem tagadom, rettenetesen megviselnek, és nagyon nehéz perceket okoznak számomra, de akkor mégis van hova fordulni. Direkt nem azt a szót használom, hogy menekülni, mert ez nem menekülés, hanem fölemelkedés. És a probléma megoldás számunkra is, vagy a nehézségek leküzdése is, az egy fölemelkedés. Úgyhogy én ezt megtapasztaltam, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy
erről itt most szólhattam. Talán befejezésként megengednek, hogy felolvassak a technika csodája fontán a telefonomról egy Reményik Sándor verset. Reményik Sándor, békesség Istentől. Nincs nyugalom, a szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul. Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, vihar. Örök hullámzás a víz felszíne, de lent a mélyben háborítlanul pihen a tenger és az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne, békesség Istentől. Nincs nyugalom, és ez a nyugtalanság, mint a járvány, ragad. Te sugarasz szét békességedet, és szóval, készfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad. Békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond a feltámadott első szép szavát, és ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád, békesség Istentől. Békesség Istentől. Mi így köszönjünk, hogy köszöntésünkben lélek legyen. Vihartépet fák ágainkon mégis vadgalamb búg, és békesség terem. Békesség. Köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, Isten áldását kívánjuk Zoltán életére, hivatására, munkájára. Ezek után már biztos, hogy megnézem azt a kis templomot. Tudtunk róla eddig is, de érdemes arra tájra is elzarándokolni, mert gyönyörű az őrség, gyönyörű a Zala-megye. Egy éneket kérünk szépen a következő bizonyságtétel előtt. Nekem volt szerencsém már a Magyar Földi Fa Templom Fesztiválon ebben a templomban nem csak zenélni, hanem prédikálni is. És egy valóban igazi ökumenikus templom. Azt éltük ott át Steinbach József püspök úrral és Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetessel, hogy egyikünk sem házigazda, mert ugye ennek a templomnak az Úristen a házigazdája. És ott tényleg ez a szent egalitás volt. Senki nem volt előbbre való a másiknál, és egy gyönyörű Isten tiszteletet ünnepeltünk együtt 2 évvel ezelőtt, de minden évben, amikor ott a Fa Templom Fesztivál zajlik, az egy igazi szakrális élmény. Úgyhogy köszönjük Zoltánnak a szavakat, és most egy olyan éneket fogunk énekelni, ami ott is elhangzott akkor, Grillus Dániel szerzeménye, a 133. Zsoltár szövegére, Sumonyi Zoltán verse, Mi gyönyörűség, ime lásd. La 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 Mi gyönyörűség, ime lásd, amikor az atyafiak együtt muzsikálnak. Ott van az áldás, hiszedé, csak oda küld a mi urunk pengő citerákat. La 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 Drága olaj, mely lefolyik
A hajadon le a köntös prémes peremék, vagy a Sionnak tetején megül a Hermon harmatja, csillog Ninivé. La 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 la. Ez sem olyan jós, gyönyörű, mint mikor az atyafiak együtt muzsikálnak. Itt van az áldás, hiszedé, csak ide küld a mi urunk pengő citeráta. La 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 la. Köszönjük szépen! Hát úgy eltöprengtem közben én is, hogy mekkora dolog, hogy egy ember azt elmondhatja, hogy egy ateista családban született, és aztán az élet egyik nagy öröme, hogy egy templomot megépíthet. Én meg azért szoktam imádkozni, hogy legalább egy ember térjen meg. Ha szolgálunk,